Szóval 5 éve csinálom ezt az egészet, és még mindig nem gondolok bele ilyen apróságokba, hogyha egy 150 négyzetméteres stúdióban veszek vele videót, akkor az talán még visszhangos is lehet. És mit ad Isten, így lett, úgyhogy bátorgottam az egész videót teljesen újra szinkronizálni. Életemben először csináltam ilyet, felraktam a kis fülhallgatómat, ugyanazon a hanglejtéssel legalábbis megpróbáltam. Ugyanazokat a szavakat mondtam egymás után, remélem, hogy jó lett és tűrhető így is a videó. Na, amit most hallani fogtok, az nem az a hang, amit ott a helyszínen felvettem, hanem utólag szinkronizáltam, mint hogy fordítottam volna angolról magyarra egy filmet. Szerintem értitek, hogy miről is beszélek. Jó szórakozást a videóhoz, és írjátok le kérek komment részlegben, hogy átmentem-e a vizsgán, és így is tűrhető-e a videó. Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdtük a legújabb videómhoz, ami egy kicsit komolyabb hangvételű lenne. Nagyon sokan igényeltétek és kértétek tőlem azt, hogy legyen egy olyan videó, amiben elmondom, hogy mely cégekkel dolgozok ebben az évben. Mivel rengetegen kértétek, és én is szeretném letisztázni, ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy a 2018-as év során mely cégekkel dolgozok. Még mielőtt belekezdenék, egy kis sztorizgatással kezdeném ezt az egész videót. Csak hogy aki nem ismerne, annak így ismertessem azt, hogy mivel is foglalkozok és mióta vagyok jelen a YouTube-on. A nevem Dezső Bence, 20 éves vagyok, és körülbelül 5 éve vagyok jelen ezen a platformon, és gyártom a videókat nektek, így a nézőinek, és próbálom szórakoztatni azokat is, akik még nem ismernek engem, és bevonzani őket, hogy iratkozzanak fel nám, és legyenek az aktív követőim. 5 év alatt rengeteg minden változott, nagyon alapon kezdtem ezt az egész dolgot. Volt egy családi fényképezőgépünk, amit így ki lehetett fordítani, az LCD kijelzőjét, én pedig azt használtam a legelső videó. Eléggé rögös volt az út, amit én bejártam az első évben 3000 feliratkozó miatt összesen, ma meg már ott tartok, hogy akár heti szinten is jön nekem ennyi. Telt múlt az idő, és mivel rengeteg megtekintésem volt, rengeteg cég is keresett meg engem, reklámozom nálam és promózzam az ő termékét per szolgáltatását. Elég sok ajánlatra igen mondtam, olyan ajánlatokra mondtam csak igent, ahol a termék vagy a szolgáltatás nekem bevált a magánéletem, mert szeretem azt a terméket. A nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy azzal a céggel dolgozhatok. Fontos megjegyeznem azt, még mielőtt belekezdenünk az egészbe, hogy azokat sorolom most fel, akikkel le vagyok szerződve egy évre, nem azokat, akikkel ebben az évben már dolgoztam, vagy fogok dolgozni, mert vannak olyanok, akikkel tudom, hogy fogok dolgozni, kilátásban vannak újabb projektek, viszont az alkalmi megkereséseket per együttműködéseket most nem sorolom fel, csak az egyéves együttműködéseket. Az első cég, akit meg szeretnék nektek említeni, az az Oxo Bubble Tea, akikkel már a második évet taposom, ott nagyon egyszerű a projekt. Ugye nekem van egy saját teám, ami most jelen esetben a Dezső Bence tea. Oxo Bubble Tea üzlet 9 vagy 10 van az országban. Lerakom a leírásban a linket, ahol meg tudjátok nézni, hogy hol van nekem üzletek. Például a Western City Centerben, Budapesten 2 ilyen van. Illetve van a Kamponában is, illetve még rengeteg helyen található. Kamponát azért említettem meg, mert 9-én találkozhattok velem a Kamponában 15:00-kor. Oxo Bubble Tea üzletnél. Gyertek el minél többen, és ott lesz egy találkozó, per teázunk együtt. Lesz, akiket meghívok ingyen Dezső Bence teára. Nekem nagyon megtiszteltetés, dolgozhatok egy ilyen céggel, lehet saját teám, saját termékem, s ott lettek akár az egyik legismertebb plázának a bejáratánál. Ugye a Western City Centernél, hogyha beléptek a vízesésnél balra, ott az Oxo stand, folyamatosan ki vagyok oda vetítve, és ott a teám, stb. Rengeteg találkozó volt már, ami Oxo Bubble Tea is találkozó volt, ezeken így éreztem magam, úgyhogy remélem, hogy 9-én is, egy szombati napon rengetegen el fogtok jönni. Csináltunk közös turnét is a tavaly, az is nagyon jó volt, köszönjük azoknak, akik eljöttek, és jöjjön a következő cég. Következő cégnek a Mobilfoxot szeretném nektek, a mobilfox.hu-t. Oké, bemutatni. A mobilfox.hu céggel azért dolgozom együtt ebben az évben. Ők telefontokot gyártanak, ütésre álló telefontokokat. Rengetegen láttátok már, hogy a Megyeri híd tetejéről, legalábbis egy szinttel a híd tetejével, ledobtunk 15 méterről egy iPhone 10-et, ami az enyém volt, és benne volt egy Mobifoxos stokban, és túlélte karcolás nélkül. És amikor megkerestek engem, akkor azért mondtam igent, hogy dolgozzunk ebben az évben együtt, mert nagyon tetszik, hogy végre van egy telefontokat gyártó cég, aki egyedi tokokat gyárt, és végre megbízható a termékük, és nem fog összetörni a telefon akkor sem, hogyha lejted. Pláne, hogyha ilyen zsebmagasságú rejted le, akkor szinte kizárt az, hogy betörjön a kijelző a telefonodnak. Milyen tokok vannak a Mobifox? Fox.hu-nál rengeteg grafikájuk van, viszont ami a legfontosabb és ami nektek is a legfontosabb lehet, az nem más, mint hogy hamarosan kaphatóak a Dezső Bencés tokok. Egy-két héten belül megjelennek, ezt majd be fogom nektek jelenteni, főleg Instagramon, de videóban is lehet majd látni. Ilyen tok van most jelenleg a telefonon, még csak iPhone-okra vannak tokok, viszont lesznek ilyen popsocket, pop cuccok is, amit minden telefonon rá tudtok rakni, ami van nekem is most a telefonom hátánál, ami nem szolgál másra, mint hogy sokkal kényelmesebben
tudod fogni, illetve meg tudod támasztani a telefont az asztalon, és akkor tudod nézni a videókat, képeket, stb. Harmadik cégnek, az Axo-t szeretném nektek bemutatni, ugyanis velük is dolgozok ebben az évben. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy velük dolgozhatok, ugyanis ez volt az első dezodor, amit kipróbáltam. Tusfűtőre már nem emlékszem, hogy mi volt az első, de az Axo volt az első dezodor, amit kipróbáltam, és nekem nagyon bevált, ezért is örültem, hogy ebben az évben együtt dolgozhatunk. Azért, mert együtt dolgozunk, kaptam ajándékba tőlük kb. 30 liter tusfűtőt és dezodorokat, ezt szerintem láttátok már egy videómban. Rengeteg eseményen fogunk ebben az évben részt venni, remélem, hogy rengetegen el fogtok jönni ezekre az eseményekre. Most következő Playtre is együtt fogunk menni, és ott leszünk az Axe standnál. Negyedik cég nem lenne más, mint a Red Bull, szerintem már rengeteget tudjátok azt, illetve láttátok nálam Instagramon is, hogy dolgozok a Red Bull-lal. Ez, mondanom sem kell, hogy miért van. Nekem megtiszteltetés volt az, hogy dolgozhatok velük. Voltunk együtt Amsterdamban, ahol a Can You Make It-nek a végét csíptük el, ami nekem meghozta a kedvem, hogy részt vegyek a Can You Make It versenyen következőkor, amikor lesz. Egyszerű a koncepció, szerintem már láttátok nálam az egy videómban. Erre voltak engem, adtak nekem egy tárca Red Bull-t, és azzal kellett hazajutom, de most a Can You Make It ugyanez csak nagyobban. Kapsz egy tárca Red Bull-t és országok vannak per checkpointok, és meg kell old a tárca Red Bull-ról a megélhetésedet, el kell cserélned szállásra, ruhára, kajára, amire csak szükséged van, és úgy kell megold azt, hogy a célba érj. Ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és nagyon nagy feeling volt látni azt, hogy milyen nagy örömmel élnek célba a versenyzők, ezért is következőkor nagyon remélem, hogy részt tudok benne venni. Ha jól számolok, az ötödik cég jön, ami nem más, mint a Retro Jeans. Ott főleg az RTR vonalat erősítem én, és próbálom nektek népszerűsíteni, az inkább az ilyen szakadtabb pólók, pulcsik. Nagyon sokan láttátok Instagramon szerintem már, hogy ordtam ezeket a ruhákat, nagyon sokan kérdezték azt, mikor legelőször felvettem a retro zsekimet, hogy honnan van nekem az RTR Jackim, soha vettem. Nos, ezekkel a cégekkel dolgozom ebben az évben, remélem, hogy válaszoltam adni a kérdésekre, és letisztáztam végre, mert voltak nemrégiben szakmán belül is viták ezzel kapcsolatban is konfliktusok, hogy én kikkel is dolgozom. Igazából a legvégére csak annyit tudok nektek mondani, hogy ha van egy célotok, küzdjetek, én sem gondoltam volna 5 éve, hogy itt fogok ülni. Jól van, álljunk meg egy pillanatra. Szóval a helyzet a következő. Itt ülök a kis szobámban, és már órák óta szinkronizálom a saját videómat, ami már eleve így kimondva is eléggé hülyén hangzik. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a videó végét nem szinkronizálnám le, és meghallgatnátok azt, hogy milyen volt alapvetően ez a videó, és mennyire vízhangos volt. Remélem, hogy elfogadható volt a szinkron, elég sokat szenvedtem vele, és akkor a végét lássuk. Satú vízhangosan is, olyan szinten alig lehet érteni valamit, nyomjuk. És 5 vagy 6 darab céggel leszek szerződve eddig az idei évre, lehet, hogy ez fog gyarapodni. És ha van egy céltok, akkor küzdjetek fel és higgyetek el, hogy el fogjátok érni. Én Dezső Bence vagyok és találkozunk, remélem a következő videóban. Minden egyes elérhetőségem linkem ott lesz a leírásban, Instagramom, e-mail címem, stb. Sziasztok! Nekem nagyon-nagyon megtiszteltetés volt, hogy dolgozhatok egy ilyen céggel, lehet saját termékem. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy dolgozhatok egy ilyen céggel, lehet saját teám, saját termékem. Nézem közben, csak szinkronizálok. Zsír. Szia!